Van-e titkos recept a sikeres YouTube csatornához, és ha igen, mi az? És mi a fészkes fülemüle az az SEO? A mai videóban minden titokra fényderül. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornán, ahol nem csak a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk, hanem igyekszünk segíteni az olyan csatornáknak, mint mi. Vagyis a kicsi csatornáknak a növekedésben. Ha most jártok nálunk először, és ti is szívesen moziztok és olvastok, akkor mindenképp érdemes feliratkozni, hogy mindig napirenden legyetek az újdonságokkal. A blogunkat a buymeacafe.tugenerations oldalon találhatjátok, filmkritikákkal, könyvkritikákkal, és ugyanitt lehetőség van a csatornánkat támogatni is, hogyha valaki úgy gondolja. Azon kívül Twitteren és Instagramon is követhettek minket, ahol a legfrissebb filmpletykák kiszivárogtatásán ügyködünk. Linkek az infoboxban, mint mindig. Sikeres YouTube csatornát indítani könnyű. Felveszünk egy videót a telefonunkkal, feltöltjük, és várjuk a több millió feliratkozót. Vagy kifelejtettem valamit? Mi van, ha egy hónap múlva sincsen több 10 vagy 20 megtekintésnél? Mégis hogy csinálják a nagy YouTube csatornák, hogy percek alatt 100 000 megtalálják a videóit, amiénk pedig eltűnik a YouTube súlyesztőjében? Ma YouTube SEO-val fogunk foglalkozni, vagyis azzal, hogy hogyan gondoskodhatunk róla, hogy a videóinkat az emberek tényleg meg is találják. Ebben segítségünkre lesz a TubeBuddy nevű kis szoftver, ami ingyenesen is letölthető és kipróbálható. De először is lássuk a sikeres YouTube csatorna receptjét. Vigy egy vagy több szimpatikus embert, akiknek lehetőleg legyen szókincse és stílusa. Adj hozzá egy fő témát, ami nagyon sok embert érdekel, fűszerezd egy csipetnyi videó felvételi és feldolgozási ismerettel, tetszés szerint humorral vagy szakmai tapasztalattal, esetleg mindkettővel. Lassan párold a YouTube kereső algoritmusának legjobb kulcsszavai fölött, majd egy gyönyörű nagy felbontású indexképpel tálald. Tálalás után szórd meg még egy csipetnyi frissen facsart szerencsével, vagy mondj el egy imát, áldozz fel egy gumicsirkét, esetleg csinálj 3 hátra bukfencet. Jó étvágyat! Már is láthatjuk, az egyszerű recept mennyire bonyolult lehet. Mennyi hiba lehetőség van, és mennyi mindenre kell odafigyelni, hogy a végén egy tőlünk teljesen független dolog a szerencse is beleszóljon. Ha YouTube csatornát indítanánk, az első dolog, amit meg kell fontolnunk, hogy miről is szóljon ez a csatorna. Az emberek nagy része akkor iratkozik fel egy csatornára, ha az újra meg újra olyan tartalmakat jelentett meg, ami az illetőt érdekli. Ha egy csatorna túl sok mindennel foglalkozik, vagy válogatás nélkül mindenféle témában jelentett meg videókat, kevesebb esélye van egy stabil közönség megszerzésére. Ha témát választunk, válasszunk olyat, ami minket igazán érdekel, amiért mi is feliratkoznánk a csatornánkra. Próbáljunk kialakítani egy saját hangulatot, stílust a videóinkban, ami a csatorna védjegye lehet. Ehhez a legjobb út a természetesség. Mindenki egyedi, szóval legyél önmagad, és nagy gond nem lehet. A feltöltött videó minősége is fontos, szóval érdemes arra törekedni, hogy nyugodt, csendes környezetben, ha lehet, állványon elhelyezett kamerával és külön mikrofonnal dolgozzunk. Persze, amikor az ember YouTube csatornát indít, nem biztos, hogy van pénze videó felszerelést vásárolni, sőt, nem is érdemes egyből vagyonokat fektetni drága cuccukba, hiszen sok olyan sztár YouTuber van, aki úgy érte el több százezeres követői tábort, hogy mindvégig egyetlen okostelefon volt az összes felszerelése, amit a videóihoz használt. Ez bizonyítja, hogy fontosabb az, hogy mit mondunk, mint az, hogy mivel veszük fel. Egy nagyon fontos pont a videó publikálásában a megfelelő leírás és a megfelelő kulcsszavak vagy tegek használata. Ezt a legtöbb kezdő YouTuber nem tudja vagy nem tartja fontosnak, pedig sokkal több múlik rajta, mint gondolnánk. Ha már annyi időt szántunk a videónk elkészítésére, és alig várjuk, hogy lássuk, mit szólnak hozzá az emberek, nem könnyű leállni és egy másfél órát arra áldozni, hogy hülye kulcsszavakat keressünk, amiknek amúgy sincsen semmi haszna, nem igaz? Lehet, hogy nem könnyű, de nagyon is szükséges. Ez a fázis felel ugyanis azért, hogy a YouTube hatalmas osztályozó és kereső algoritmusa megfelelően be tudja határolni a videónkat egy lehetőleg nagyon pontos kategóriába. Tudni kell, hogy a YouTube-ra percenként 300 órányi videót töltenek fel világszerte. Szóval a videónk, legyen az bármilyen jó is, könnyen eltűnhet az új videók között, ha nincs rendesen felcímkézve, hogy különböző kereső szavakkal rá lehessen találni.
Akinek több 10 vagy 100 000 feliratkozója van, az tudja, hogy azok az emberek várni fogják az új videóját, lájkolják, megosztják, ezáltal egy organikus reklámot biztosítva neki, így gondoskodva róla, hogy a YouTube egyből népszerű és ajánlott címkével lássa el a videót, és elkezdje automatikusan megjeleníteni olyan teljesen idegenek YouTube ajánló oldalán is, akik hasonló témákat néznek naponta. Egy kezdő YouTubernél ez teljesen ki van zárva. Nulla rá az esély. Az egyetlen lehetőség tehát az, hogy az emberek a keresőben rátalálhassanak a videóinkra. Ezt viszont csak nagyon jó SEO-val lehet elérni. De mi is az az SEO? A rövidítés a Search Engine Optimization kifejezést takarja, ami bármilyen online tartalom optimalizálását jelenti a különböző kereső algoritmusokra. Még egyszerűbben, ez a folyamat gondoskodik arról, hogy a kereső, legyen az Google vagy YouTube, kiadja a macskás videónkat, ha valaki beírja, hogy macskás videók, mégpedig lehetőleg minél közelebb az első helyhez. A YouTube kereső algoritmusa írott szöveg alapú. Ez röviden annyit tesz, hogy elsősorban a videónkhoz csatolt szövegből jön rá, miről szól az adott videó. Ezek a cím, a leírás az infoboxban, a videó felirata és a kulcsszavak vagy tegek. Ha bizonyos szavakat megtalál minden egy helyen, akkor azokat tekinti a legfőbb jellemzőknek. Fontos tehát, hogy már a videó címénél odafigyeljünk arra, hogy az ne csak jól csengjen, de kereshető is legyen. Minden külső program nélkül is megnézhetjük, mik a témában a leggyakoribb keresések, ha egyszerűen elkezdjük beírni az általunk elképzelt címet a YouTube keresőjébe. Ebből tudjuk, milyen szóösszetételekre keresnek rá a leggyakrabban a témában, és ezeket használhatjuk a címben vagy a tagekben is. A nagyobb YouTube-erek azonban nem elégszenek meg ennyivel, hiszen léteznek olyan hasznos szoftverek, amik ezt jóval leegyszerűsítik, és ennél még sokkal többet is kínálnak. A két legelterjedtebb ilyen SEO tool a TubeBuddy és a vidIQ. Nagyon nagy különbség igazából nincs köztük, bármelyiket választhatjuk, mindkettő hasonló eszközöket kínál, és mindkettő nagyon jó. Mi most a TubeBuddy-t mutatjuk be egy kicsit közelebbről, hiszen ez az, amit mi is használunk. Az első és legfontosabb dolog, amit a TubeBuddy-ről tudni kell, hogy van ingyenes változata is. Tehát bárki kipróbálhatja, kockázat nélkül. A komolyabb funkciók eléréséhez azonban elő kell fizetni. Még szerencse, hogy minden olyan csatornának, amely még nem érte el az 1000 feliratkozót, 50%-os árengedmény jár a Pro fizetős csomagból. Ami 9 euró helyett 4,5 euróért vehető igénybe havonta. Ha a csatornánk elérte az 1000 feliratkozót, azaz pénzt is lehet vele keresni, akkor már érdemes elgondolkodni egy ennél is komolyabb SEO csomagon, de addig a TubeBuddy Pro bőven elég. Amit mi a legjobban szeretünk benne, az az egyszerűsége. Lássuk, miket is tud. Először is a TubeBuddy-val meg tudjuk nézni más videók statisztikáit, értékes tapasztalatokat szerezve ezáltal. Megtudhatjuk, milyen tegeket használ kedvenc youtuberünk, hányan kedvelték a videóját Redditen, Twitteren vagy Facebookon, és hányan nézték meg a csatornáját az utóbbi időben. Így megnézhetjük azt is, hogy a miénkhez hasonló témájú sikeres videók milyen tegekkel kerülnek be a kereső első helyeire. A másik kulcsfontosságú eszköz a TubeBuddy arzenáljában a mobil alkalmazás, amely minden frissítésnél kiírja, melyik videónkat hányan nézték meg a legutóbbi frissítés óta, hány like, komment vagy feliratkozó érkezett, és a nagyobb mérföldköveknél, mint mondjuk az első 100 feliratkozó vagy az első 1000 perc nézettségi idő, virtuális oklevelekkel motivál, amelyeket megoszthatunk a közösségi média oldalunkon, elbüszkélkedve vele, milyen szépen haladunk. A TubeBuddy számunkra legfontosabb eszköze azonban a Keyword Explorer. Ez az eszköz segít hatékony tegeket kikeresni, hogy a videónk rankeljen a YouTube keresőben, azaz benne legyen az első eredményekben, amiket a kereső kiad az adott keresőszóra. A következőképpen működik. Átgondolva, egy átlagember hogyan keresne rá olyan videókra, mint a miénk, kitalálunk egy keresőszót és beírjuk a Keyword Explorer keresőjébe, majd az Explore gombra kattintunk, hogy a program kiadja nekünk az adott keresőszóra vagy szavakra a statisztikákat. Az Overall Score részen már is láthatjuk a mutatót a zöld és a piros rész között, megjelenítve, hogy jó, közepes vagy gyenge a kulcsszó, amit beírtunk. Itt még választhatunk a direkt a mi csatornánkra optimalizált eredmény és az általános eredmény között. Természetesen minket az érdekel, hogy a mi csatornánkon hogyan működne ez a tag, tehát a Weighted tabon maradunk. Lejjebb, az első színes sávon azt látjuk, átlagban mennyien keresnek rá az adott keresőszóra.
A zöld a legtöbb, a piros a legkevesebb. A következő sor azt mutatja, mennyire nagy a versengés az adott témában, vagyis mennyire van esélyünk rankelni. Ha zöld, akkor nagyon jó eséllyel az első 10 eredményben lehetünk, ha valaki erre a tagre keres rá a YouTube-on. Ha piros, akkor semmi esélyünk, mert már túl sok videó használja ezt a taget, akiknek sokkal nagyobb nézettségük van, mint a mi csatornánknak. A harmadik színes sáv azt mutatja, mennyire jól optimalizáltak az aktuális renkelő videók erre a bizonyos keresőszóra. Benne van-e az adott kulcsszó mind a címükben, a taglistájukban és a leírásukban? A következő sor egyszerűen kiírja, hány eredményt ad ki a YouTube az általunk beírt keresőszóra. Az alatta lévő sor megint csak nagyon érdekes számunkra. Ez mutatja meg, hányszor keresnek rá az adott kulcsszóra havonta a YouTube-on. Nyilván minél többször, annál jobb esélyünk van rá, hogy a mi videónkat is, amelyik ezt a taget használja, szintén megtalálják. Az alsó három oszlop első tagja azt mutatja, általában hány megnézéssel rendelkeznek a videók, amik ezt a taget használják. A második azt árulja el, mennyi megtekintéssel rendelkezik az a videó, aminek a legkevesebb megtekintése van, mégis benne van a top eredményekben. Mellette pedig a mi utolsó 5 videónk átlagos megtekintési száma. Ha ez nagyobb, mint az előző oszlop, akkor szinte biztosan renkelhet a videónk ezzel a keresőszóval. A másik oldalon hasznos ajánlásokat kapunk hasonló keresőszavakra, amiket mások a leggyakrabban használnak. Az Action gomb pedig a vágólapra másolja, vagy beteszi az aktuális videók keresőszavai közé az adott taget. Ne feledjétek, 500 karakternyi hely áll rendelkezésetekre minden videónál, hogy annyi kulcsszót vagy kifejezést találjatok, amennyi csak lehet. Ezt érdemes kihasználni. Egy nagyon fontos dolog a végére maradt. Minél rövidebb taget választunk, annál valószínűbb, hogy már esélyünk sincs rankelni rá, hiszen túl sok videó használja. Ezért a YouTube SEO szakik az úgynevezett longtail keywords taktikát ajánlják, ami azt jelenti, hogy konkrétabb, több szavas tageket írunk be. Ezekre ugyanis kevesebb ember keres rá, de garantáltan kevesebb videó is használja őket, szóval esélyesebb, hogy a kevesebb keresőből jó néhány a mi videónknál köt ki. Ahogy már említettük, a jó leírás, cím és kulcsszavak mellett fontos az is, hogy a videónknak legyen egy írott változata is, vagyis feliratozzuk. Erről a témáról már van 2 videónk is, amik a segítségetekre lehetnek. A linket persze megtaláljátok az infoboxban. Ugyanott találhatjátok a mi saját linkünket is, amely eljuttat benneteket a TubeBuddy oldalára, és ha azon a linken keresztül fizettek elő a TubeBuddy-ra, azzal minket is támogatok egy egészen kicsikét, természetesen anélkül, hogy nektek ez többletköltséget jelentene. Reméljük segítettünk. Ha igen, nyomjatok egy lájkot, ha pedig még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, most megtehetitek. Nézzetek bele az infoboxba a videó alatt, ahol sok hasznos linket és információt találhattok, többek közt az általunk használt felszereléssel és a Two Generations-os pólók vagy bögrék beszerzéssel a kapcsolatban is. Kövessetek minket Twitteren, Instagramon, és látogassátok meg a blogunkat a Buy Me a Caffeine, ha van kedvetek, és tartsatok velünk legközelebb is. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok! Sziasztok!